Egyéni csúcsa megfutotta a paralimpiai kvóta szintet Orbán Csaba gyengén látó maratonista Sevillában, de a bürokrácia ördöge még mindig London és közé állhat. A 40 éves kabócát a paralimpia meglepetés emberének jósolják. Itt van nálunk, győzzük le vele a kvalifikációs rossz híreket már is. Jó reggelt, Szervus Csaba! Jó reggelt, szervusz. Ugye az a helyzet, hogy futottál egy egyéni csúcsot, és elvileg megvan ez a kvalifikáció, de mi az oka annak, hogy mégis bizonytalan kell, és bizonytalan lehetsz egyáltalán bármiben. Hát az a helyzet, hogy van egy szabály, hogy hogy lehet bekerülni atlétikában fogyatékosként a paralimpiára. Egy elég bonyolult szabályrendszer van, amit az utóbbi időben többször módosítottak, és hát van egy nagyon hosszú szöveges leírás. Nehezebb követni, mint az edzés módszer. Igen, igen, az... több tíz oldalas pontosan. Ami alapján elméletileg én én ott vagyok. Megfutottam az alszintet Sevillában, és indulhatok. Igen, ám csak a szabálynak a végén van egy nagyon bonyolult algoritmus, amivel számítják, hogy egy adott országban hány alszintes atléta van, összesen hány van a világon, és akkor ebből mindenféle számításokkal kihozzák, hogy egy adott országra hány kvóta jut. Na most. Ez, a, ez, az algoritmus, ez, nem, ez, azt mutatja, hogy én még pont nem férek be. Igen ám, de ez teljesen ellenmondásban áll a szöveges szabályjal. Éppen ezért a Magyar Paralimpiai Bizottság most egy magyarázatot vár a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságtól, hogy ezt, ezt tegyék tisztába. Na hát itt matematikusok harca lesz a végén, nem? Az Igen, én, én megfutottam az alszintet, tehát én úgy érzem, hogy elkövettem mindent én ennél többet nem tudok tenni, tehát innentől kérd... kezdve ez már sportdiplomácia. Na most Csaba, mi van akkor, hogyha ez a, erre a kérdésre az a válasz érkezik, hogy hát majdnem megvan, de hát még fusson egy nagy verseny, Na, akkor, akkor azért megfutod még egyszer, nem? Hát ez egy nagyon kellemetlen dolog, mert május végén lejár a kvalifikáció szint és a... Ha, ha az algoritmus nézzük, akkor én megmondom őszintén, hogy, hogy szinte semmi esélye. Ugyanis az algoritmus szerint nekem a világranglistán nagyon előre kellene kerülni, és ez a két hónap, ez nem elegendő erre. Uh -huh. Tudni kell, hogy Sevilla maradton is nagyon hirtelen jött, tehát 6 hét alatt kellett felkészülni. Gyakorlatilag majdnem kimaradt a téli alapozásom, és hát most a következő négy, nyolc hét, bocsánat, nyolc hét a következő versenyig, az, az kevés arra, hogy sokkal többet javítsak. Hát akkor maradjunk abban, hogy konokul tartsuk magunkat a, az eredeti szabályhoz, és igen. az algoritmus győzzük le. Mert hogy. Igen. Az igen, időt de már nem tudjuk legyőzni. Igen, ezzel, ezzel én már nem tudok mit kezdeni. Akkor nézzük a futásodat azért Szeviába. Mondhatod, hogy hirtelen jött egyéb iránt könnyebbség, vagy éppen ellenkezőleg nehézséget jelentett az, hogy egészen más klimatikus viszonyok közé kerültél? Mert ugye itthon készültem a fetele. igen, Igen, és pláne az utolsó hetek, amikor a, a legkeményebb edzések voltak, az nagyon nagy hidegbe történt, ami ami hát azért okozott nekem problémákat. Igyekeztem ezeken túllépni, de volt, hogy összefagyott a szempillám a nagy sebességű futásnál, a torkomra is igyekeztem vigyázni, de mese nem volt, tehát edzeni kellett. Mi úgy készültünk, hogy olyan 10 fok lesz a villában. Aztán 20 fok volt, de meglepő, egyáltalán nem zavart. Egyszerűen levettem a ruháimat, mert itthon futottam, és egy szánadrágban és pólóban, meg természetesen cipőben futottam. Tehát nem, nem izzadtam meg jobban, mint itthon a több réteg ruha alatt. Ez, ez igazán nem okozott gondot. Ne feledkezzünk meg társadról, Varga Jóska triatlonistáról, aki már volt itt vele egyszer, amikor bemutatkoztatok. Most is vele futottál, igaz? Természetesen. Az a páros az tökéletesen tudna működni, Tökéletes. ha, ha az algoritmus is jó, működne Igen. végre. Igen. Igaz? Na most, mi, hogyan épített fel ilyenkor a, a versenyzésedet, ezt a sevillai futást? Mi, mi a taktikád? Mi volt most erre a versenyre a taktikád? Hogy hogyan kell megfutnod azt az eredményt, ami végül is egy egyéni csúcsot hozott? Igen, az edzőm alaposan végignézte a pályaleírást és a szintmetszetet, ez egy nagyon lényeges dolog. Kiderült, hogy egy nagy alapos pályáról van szó, ahol, ahol nagyon. Tehát Körülbelül 25 méter szintkülönbség van a 42,2 kilométerre. Ennek megfelelően a szintekkel nem kellett taktikázni. A, a tervaszokásos szokásos volt, első két-három kilométer óvatos, tehát óvatosan kezdünk, úgymond bemelegítés, és utána felveszik azt a versenytempót, amivel meg lehet futni a tervezett időt. Mi természetesen egy 3-4 perccel belül terveztük a szintidőnél, biztonsági okokból. És hát a 3-4 kilométer után elkezdtük a rendes tempót futni, megfelelően összeszedtük azt az időbeli előnyt, ami, ami úgymond azt jelezte elő, hogy 2 óra 52, 2 óra 53 perces idővel érkezik a célba. Azért az, hogy a téli alapozás kimaradt, és nagyon kevés idő volt felkészülni, az, az hozta az, hogy 30 km után már, már úgymond küzdeni kellett. Tehát onnantól kezdve már erőből kellett, hogy fussak. Aztán 35 kilométernél volt egy kis gyomor problémám, ez, ez lelassított. Óvatosnak uh -huh. kellett lenni, nehogy, nehogy abba kelljen hagyni a versenyt, itt, itt komoly volt a tét, itt nem lehetett kockáztatni. Emiatt nagy idővesztesség volt, és 38 kilométertől pedig már hát már fejbe kellett nagyon futni, hogy az elvesztett előnyt, illetve a közben összeszedett hátrányt behozzuk. Én megmondom őszintén, az utolsó egy kilométer az, az így utólag visszagondolva, az egy nagyon-nagyon kemény küzdelem volt. Nem volt biztos egy kilométerről a cél előtt, hogy meg lesz a szint. Tehát no. az a két-három kilométer az, az erre volt elég, de, de, összehoztuk. Összehoztatok. Összehoztátok. Igen. Igen. Összehoztátok. most akkor ne tételezzük fel a rosszat, hanem gondolkodjunk a jóba, ott lesz a Paralimpián. Mint ahogy az előbb is említetted, hogy a pályabejárás nagyon fontos. Van-e arra lehetőség, lenne arra lehetőség, hogy előzetesen te azt a bizonyos londoni pályát megismert? Nincs. 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 A városi maratonok ugye már hát azok csak a verseny idejére vannak lezárva, egyébként forgalom van. Egyszer lesz még verseny ezen a pályán, az olimpián. Uh -huh. Ezt az olimpiára jelölték ki, mi paralimpikonok ugyanezen az útvonalon fogunk futni. Nem tudom, videón lehet megnézni esetleg, nem tartom kizártnak, hogy valami szimulált útvonalbejárás az meg fog jelenni az interneten. No, uh -huh. hát akkor viszont akkor reménykedjünk. Mert Reménykedem, reménykedjünk. reménykedek. Én így Sok... úgy készülök, hogy mindent elkövettem, tehát megyek. Ha közben kiderült, sajnos nem, akkor más versenyekre készülök. Ne így legyen, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy behívtad.